ebben a videóban anyukám több kis vásárlásnak a termékeit fogja bemutatni. Azért lett összevágva ez a videó, mert ugye több helyen vásárolt kisebb adagokat, és akkor nagyon rövid videók lettek volna belőle, hogyha az összeset külön így felvesszük. Ezek a termékek a Spárból vannak, Aldiból és a piacról. A piacon vettem koktél paradicsomot, 1190 forint volt kilója. Aztán vettem ilyen nagyon finom megyet, ebből megylevest fogok készíteni. 580 forint volt kilója, meg is kóstoltam, ilyen édes, tehát ez nem ilyen savanyú. A málna az 1180 forint volt kilója, az áfonyának 2740 forint volt kilója, a paradicsomnak 600 forint körül volt kilója, azt nem tudom pontosan, mert nem néztem meg. Nagyon finom cseresznye, én válogattam össze, ennek 580 forint volt szintén kilója, mint a megynek. Aztán a paprikából vettem másfél kiló paprikát, ebből lecsót fogok készíteni. Most ugye három darabot vettem ki, ennek 380 forint volt kilója. A kovászos uborkának 260 forint volt kilója. És vettem még a lecsóhoz hagymát, amire szintén nem emlékszem, hogy mennyibe került. Ezt nem tudom megmondani, ezeket vettem a piacon. Az Aldiban vettem ilyen nagyon szép nektarint. Kicsit még kemény, de egy napot kint hagyjuk, akkor teljesen puha lesz, és nagyon-nagyon édesek. 429 forint volt kilója, aztán a szokásos habtejszínek, ennek 219 forint kilója. Aztán fogok csinálni egy ilyen enchilada nevezetű ételt, mert jönnek hozzánk vendégek. Ebből egy zacskó 399 forint az Aldiban. Az enchiladához vettem még cayenne borsot, ez 99 forint volt. Szükségem lesz tejfölre, 239 forintba került. Mozzarellára 699 forint, ez a 400 g-os. És vettem még kettő tortilla chipset. Ez még jó lesz ilyen előételnek az enchilada előtt, és ezt nagyon szeretjük. Ebből egy zacskó most 349 forint volt. Ezeket vettem az Aldiban. A Spárban az enchiladához vettem még csirke mellett, és hogy ne legyen annyira száraz, ezért vettem hozzá csirkecombot, és akkor ezt kell majd megsütni, összetépkedni, és akkor ha így vegyesen van, akkor talán nem lesz, nem fog úgy kiszáradni az egész, hogy nem lesz ilyen nagyon száraz. Nem fogjuk azt érezni, hogy a torkunkon akad, hogyha összekeverjük a kettő csirkét. Ehhez vettem egy ilyen lupulus mexikói pácot. Igazániból Tex-Mex fűszerkeverék kellett volna bele, de olyat nem találtam sehol, úgyhogy ezt vettem meg, majd ebbe fogom a húsokat bepácolni, és úgy fogom először megsütni. Ez 199 forintba került a Spárban. Kelleni fog hozzá még sajt, ez edámi sajt, és 999 forint volt kilója, szerintem egy ekkora darab elég lesz, ezt kell majd megreszelni. Illetve halapenyót vettem még hozzá, nem tudtam, hogy van a Spárnak saját halapenyója, nagyon megörültem, mert az Aldiban nem találtam, és ez pedig 529 forintba került. Úgyhogy ezeket, ugye most, amit az előbb mutattam az Aldiban, meg ezek, meg még lesz még más is, ami kelleni fog majd az enchiladába, de azok már megvannak, úgyhogy majd egy következő videóban megmutatjuk azt is, hogy hogyan készül el. Ezeket vettem most ugye a Spárban. Az Aldiban akciós volt, ugye ez a többféle sajtot tartalmazó sajtcsomag, ez 250 g, 399 forintba került ez a sajtmix.
illetve vettem egy másik fajta sajtot, ez megint akciós volt, és 449 forintra volt beértékelve, ez 200 grammos. Aztán vettem egy mézet, ugye múltkor mondtam, hogy az osános az sajnos nagyon-nagyon becukrosodott, úgyhogy ebben a tekintetben maradunk annál a méznél, amit az Aldi preferál. Ez ugye 900 grammos, és 1599 forintba kerül, amikor leértékelik, azt hiszem, vagy 1399, vagy 1299-re szokta leértékelni ezt a mézet az Aldi. Aztán vettem ilyen passzírozott paradicsompürét, ez 159 forintba került most akciósan, de csak valami 10 forint kedvezmény volt talán rá. Aztán ilyen morzsolt csemege kukoricát vettem, ez 199 forintba került. A szalsza szósz 299 forintra volt leértékelve. Aztán vettünk egy ilyen tök magot Robinak, 349 forintba került. És a 18 darabos MS tojás, ezt nagyon kedvelem az Aldiból. Nagyon szépek. A Booker pékségben vettem egy ilyen, ez ilyen tönkölyös, rozsos kenyér. Ezt még nem próbáltam ki, de biztos, hogy nagyon finom lesz, mert ott minden finom. Aztán, ez 450 forint volt, 160 forintért vettem darabját ezeknek a minyonoknak, nagyon-nagyon gusztik. És nagyon szeretjük a sajtos pogácsát, úgy ebből vettem, így darabra szoktam, 15 darab ilyen kis pogácsát. Ezeket megvettem ugye a pékségnél. A hentesnél vettem csirke mellett, 1550 forint volt kilója. Aztán a Nosztalgia marha párizsinak 2680 forint volt kilója. A Pik téli szalámi 5480 forint kilója, és a Pulyka párnának pedig 2280 forint volt kilója, ezeket vettem a hentesnél. Vettem cseresznyét a piacon, ennek 680 forint volt kilója, isteni finom. Aztán vettem még áfonyát, ezt összekeverték, mert azt mondták, hogy két doboz áfonya volt kipakolva, ilyen hatalmas nagy, ugye nem doboz, láda. És az egyikre oda volt írva, hogy 2480 kilója, a másikra meg az, hogy 1800 forint kilója, de nem egymás mellett voltak, hanem a zöldséges üzletben két különböző részen. És mutattam a csajnak, hát ugye mindig ugyanahhoz a zöldségeshez járnak, és mutattam, hogy én abból az 1800-asból kérek, mert nem sokkal szebb. Kérdeztem, hogy mi a különbség a drágább meg az olcsóbb között, és mondta, hogy az olcsóbb az már nem mai, hanem ugye az tegnapi. És akkor így mondtam, hogy hát mégis az néz ki jobban, és aztán végül kiderült, hogy összecserélték a táblákat, tehát a fridge-re rakták ugye az olcsóbb árat, és a tegnapira meg a drágábbat, de hát odaadták természetesen, mert rendszeresen járunk hozzájuk, akkor azon az áron, ami ki volt téve, aztán szerintem vissza is cserélték a táblákat után, amikor elmentem. Ez csak egy ilyen érdekesség. Aztán vettem málnát, 1380 forint volt kilója, hát ezt ma meg kell enni, mert látjátok, itt már össze van punyadva. Akkor vettem citromot, ennek 880 forint volt kilója. A koktél paradicsomnak 980 forint volt kilója. A paprikának 380 forint volt kilója. És a szokásos kis kopogós almám, ez pedig azt hiszem talán 400 forint volt kilója, erre nem emlékszem. De hát annyira ilyen frissek és ilyen roppanosak, lehet így hallani a hangjukon, hogy azért vettem meg, tehát nagyon szeretjük az almát. Ezeket vettem a piacon. Az Aldiban vettem nagyon finom mag nélküli fehér szőlőt, 1199 forint volt kilója. Aztán ilyen kopasz barackot, ugye ez még kemény, viszont hogyha így kinhagyjátok az asztalon, akkor másnapra már puha lesz, és így nagyon finom, és rettentő édesek egyébként most ezek a kopasz barackok, már leteszteltük.
Aztán vettem két pizzát, egy tonhalasat és egy mozzarellásat. Ennek darabja 749 forint volt. Egyébként most hétvégén le lesz akciózva 500 valamennyire, azt hiszem az Aldiban a pizza. Úgyhogy ezért vettem csak kettőt most. Aztán vettem kettő ilyen csirkemell sonkát, és ennek darabja 349 forintba került. 150 g van egyben. Ebből fognak a gyerekek olyat csinálni, hogy békönt tesznek ugye az edénybe, azt megsütik, megpirítják, aztán felkockázzák ezt a csirkemelsonkát, és ráteszik, aztán összekeverik, még esetleg hagymát is lehet hozzátenni, ugyanígy kockára, utána még tesznek hozzá egy doboz kukoricakonzervet, ezt összekeverik vagy tejszínnel, vagy tejföllel, ráteszik tésztára, és megszórják reszelt sajttal. Ez egy tök egyszerű kaja, ez ilyen diákétel, gyorsan el tudják készíteni, csak most nem leszünk itthon, és ezért ugye gyorsan kitalálok neki ételeket, hogy mit tudnak hamar elkészíteni, ez lesz az egyik. Itt van hozzá a tejföl, amiről beszéltem az előbb, egy doboz tejföl 239 forintba került, aztán ugye Alexának a kedvence a bab, amit ugye a paradicsomos tésztákba imád, ez most 159 forint volt darabja, a szokásos tej 199 forint 1 liter, és vettem új krumplit, 229 forint volt kilója, ezeket vettem az Aldiban. Megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok, iratkozzatok fel, kommenteljetek, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!